Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket ismét itt a csatornámon. A mai videóban egy pár romantikus könyvet szeretnék bemutatni nektek, úgyhogy ha úgy veszük, akkor ez egy ilyen romantikus könyvajánló videó lesz. Terveim szerint 8 könyvet fogok megmutatni nektek, 4 magyar nyelvű és 4 angol nyelvű könyvet, úgyhogy vágjunk is bele. Az első könyv, amit ajánlani szeretnék, az Beth O'Leary-től az Ágybérlő. És ez a könyv Tiffy-ről és Leon-ról szól. Tiffy szakított a barátjával, és ezért sürgősen új albérletre van szüksége, Leon pedig egyedül él egy lakásban, és neki pedig sürgősen egy lakótársra van szüksége, és Tiffy be is költözik Leonhoz, viszont a lakás elég kicsi, és hát osztozkodniuk kell az ágyon, de úgy, hogy valójában soha nem is találkoznak, szóval nem egyszerre alszanak az ágyban, hanem Tiffy napközben dolgozik, Leon pedig éjszakai ápoló egy kórházban, úgyhogy amikor Leon otthon van és használja az ágyat, és benne alszik, akkor Tiffy éppen munkában van, és fordítva, amikor Leon dolgozik éjszaka, akkor Tiffy-é a lakás és az ágy, és igazából ez a történet az ő kapcsolatukat követi nyomon, hogy hogyan is tudják ezt a furcsa, hogyan is tudnak ilyen furcsa módon együtt élni egymással, és hogy hogyan alakul majd a kapcsolatuk, és vajon egymásba szeretnek-e. A következő könyv, amit ajánlani szeretnék, az Linda Holmes-tól, az Evie Drake Bedobja magát című kötet. Ezt is és az előzőt is tavaly tavasszal olvastam, és mind a kettő nagyon tetszett. Ez a könyv Evie Drake-ről szól, akinek meghalt a férje, és egyedül él a házukban, a közös házukban. És hát elég nagy a ház, úgyhogy arra jut, hogy hát egy társbérlőre vagy egy lakótársra van szüksége, aki valamelyest beleszel a háznak a fenntartásába, és így nem kell, hogy az összes megspórolt pénzét igazából a lakhatására költse. És beköltözik Dean, aki egy nagypályás dobójátékos, viszont valamilyen probléma miatt nem igazán megy neki az utóbbi időben a játék, úgyhogy visszavonult, és hát az ő kapcsolatukról szól. Vagyis hát, hogy hogyan ismerkednek meg, hogyan lesznek barátok, majd azután hogyan alakul tovább a kapcsolatuk. A következő könyv, amit ajánlani szeretnék, azt szintén tavaly olvastam, ha jól emlik, tavaly augusztusban, és ez Heather Cox és Jessica Morgan Királyi Többes című kötete, és ez a könyv Bexről szól, egy amerikai lányról, akinek van egy ikertestvére, Lacey, és Bex lehetőséget kap arra, hogy az Oxfordi Egyetemen tanuljon, úgyhogy Angliába költözik, és az egyetemen megismerkedik Nicholas-szal, aki a fiatal Velszi herceg, és hát egymásba szeretnek, és Bexnek rá kell jönnie, hogy valójában nem is olyan könnyű beilleszkedni a királyi családba, és hogy egy ilyen kapcsolat hát nem éppen a legkönnyebb, és nem a legzökkenőmentesebb, úgyhogy ez egy elég vaskos kötet, és voltak benne kevésbé jó részek, mármint hogy voltak benne unalmasabb részek, de összességében nagyon tetszett nekem, és ha jól rémlik, akkor már megjelent ennek a könyvnek a második része is, úgyhogy remélem, hogy hamarosan azt is elolvashatom. És az utolsó könyv, legalábbis magyar nyelvű könyv, amit ajánlani szeretnék ebben a videóban, az Cecilia Ahern-től az Ahol a szivárvány véget ér. És ez a könyv, ezt már régen olvastam, ezt több évvel ezelőtt olvastam már, úgyhogy egy kis puskázásra van szükségem.
Ez áll a fülszövegben. Rosie és Alex jobban rosszban kitartanak egymás mellett, és életre szóló szövetséget kötnek az iskola és a felnőttek zord világa ellen. Az izgalmas órai levelezések alatt még nem sejtik, hogy életük következő jó néhány évét is így fogják eltölteni, egymással levelezve. A sors újra és újra elválasztja őket egymástól, hogy próbára tegye barátságukat, kitartásukat és őszinteségüket. A gyerekek komoly felnőtté cseperednek, mindketten dolgoznak, házasodnak, gyereket nevelnek, válnak, de a varázslatos kötelék, amely összeköti őket, életük minden öröme és bánata közepette is megmarad. Több van-e köztük puszta barátságnál? Ha kapnának egy utolsó lehetőséget, kockára tennének-e mindent az igaz szerelemért? Ami nagyon tetszett ebben a könyvben, az az, hogy tényleg úgy van megírva, mintha levelekben vagy e-mailekben beszélgetnének egymással. Úgyhogy emiatt én sokkal gyorsabban végeztem ezzel a könyvvel, mint ahogyan gondoltam, hogy végeznék vele, mert hogy amúgy ez is elég vastag. És ebből a könyvből már film is készült jó pár évvel ezelőtt, nem tudom hány évvel ezelőtt, de tudom, hogy készült belőle film, mert láttam többször is. Viszont a könyv szerintem sokkal jobban sikerült. És akkor a következő négy könyv, ezek angol nyelvűek, némelyik ezek közül már megjelent magyar nyelven is, úgyhogy amelyiket már megjelentek, azoknál majd megjegyzem a könyvek magyar címét is, de én angolul olvastam őket. Az első ezek közül Sally Thorne The Hating Game című könyve, és ezt most áprilisban olvastam, úgyhogy erről részletesebben majd az áprilisi összegző videóban fogok mesélni. És ez a könyv már megjelent magyar nyelven is, Gyűlölök és szeretek címen, ha jól rémlik. És ez a kötet Lucy-ról és Josh-ról szól, akik munkatársak, és hát nem igazán jönnek ki jól egymással, mondhatni utálják egymást, vagyis hát valóban utálják egymást. Olvasd el és kiderül. A következő kötet az Casey McQuiston-tól a Red, White and Royal Blue, és ez is megjelent már magyar nyelven, Vörös, Fehér és Királykék címen, és erről a könyvről már elég sokat beszéltem, úgyhogy csak röviden, de tartok tőle, hogy nem fogok menni röviden, de mindegy, ez a kötet Alexről szól, az Amerikai Egyesült Államok női elnökének a fiáról, és Henryről, aki pedig az Egyesült Királyság trónörököse, és az ő kapcsolatukat meséli el ez a könyv, hogy hogyan válnak barátokká, és barátokból hát szerelmesek ki egymásba, és hogy ez a kapcsolat hogyan, vagy milyen hatással lehet a két ország közötti diplomáciai helyzetre. A következő könyv, amit ajánlani szeretnék, az Kate Stayman Landon-től a Vantage című kötet, és azok közül a könyvek közül, amiket ebben a videóban ajánlok, ez tetszett a legkevésbé. Jó volt, de ez tetszett a legkevésbé. És ez a könyv Bárról szól, aki egy plus size divat blogger, és előszeretettel nézi a Main Squeeze című műsort, ami igazából ez a nagy jellegű valóságshow, és az egyik adásukhoz kommentelve, vagy hát azzal kapcsolatban ír egy blogbejegyzést, hogy mennyire szomorú, hogy ez a műsor egyáltalán nem sokszínű, mármint a szereplőket illetően, hogy alkatra is ugyanazokat a fajta nőket, férfiakat választják be, bőrszínre is ugyanazokat a nőket, vagy ugyanolyan nőket, férfiakat választanak, és nagy felhajtást kelt ez a blog bejegyzése, és emiatt a műsor úgy dönt, hogy a következő évad fő szereplője legyen Bea, aki el is vállalja, és igazából ő lesz az, aki kiválasztja a 25 érte versengő férfi közül, hogy ki legyen számára a nagy ő. És tényleg valós problémákra világít rá ez a könyv.
És az utolsó könyv, amit ebben a videóban ajánlani szeretnék, az Taylor Jenkins Reid-től a Went Through Life című kötet, és már ezt is több videómban említettem, de tényleg nagyon tetszett. És ez a kötet Emma-ról szól, aki a 20-as évei alatt hozzáment feleségül Jessiehez, a gimnáziumi szerelméhez. Boldogan élnek együtt, csodás házasság, utazgatnak. Viszont Jessie a munkája során az első házassági évfordulójuk alkalmával egy kiküldetésre megy, és lezuhan a helikoptere a csendes óceán felett, és nem találják meg Jessie-t. És mindenki azt gondolja, hogy meghalt, és Emma úgy dönt, hogy visszaköltözik haza a szüleihez, megpróbálja túltenni magát ezen a veszteségen, és 5 évvel később, már a 30-es éveiben jár, amikor összetalálkozik Sammel, egy régi barátjával, akivel aztán randira mennek, egymásba szeretnek, eljegyzik egymást, majd egyszer csak Emma kap egy telefonhívást, és kiderül, hogy Jessie valójában életben van, megtalálták, és úton van hazafelé, úgyhogy most Emmának választania kell, hogy akkor visszamegy a férjéhez, vagy együtt marad az új jegyesével. És ezt a könyvet végig sírtam, és nagyon jó volt, és sok szeretettel ajánlom mindenkinek. És valójában az összes könyvet, amit most bemutattam ebben a videóban, sok szeretettel ajánlok mindenkinek, mert mindegyik, szerintem mindegyik jó. Volt olyan, amelyik kevésbé tetszett, volt olyan, amelyik nagyon-nagyon tetszett, de összességében úgy gondoltam, hogy most ebben a videóban ezek azok a könyvek, amiket szívesen megmutatnék, legalábbis romantikus művek közül. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, és a kommentekben várom, hogy esetleg ti milyen romantikus könyveket ajánlanátok nekem, ugyanis jön a tavasz, és ilyenkor valahogy mindig úgy érzem, hogy szívesebben olvasnék romantikus könyveket, mint krimiket, vagy thrillereket, vagy bármilyen sötétebb témájú könyveket. Ez nem mindig jön össze, de attól függetlenül szívesen várom az ajánlásaitokat, illetve hogy esetleg ti olvastátok ezek közül a könyvek közül valamelyiket már, és hogyha igen, akkor nektek hogy tetszettek. Szóval ennyi lett volna már ez a videó. Hogyha még nem tettétek meg, akkor légy iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk a következő videóban, és addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!